Őstermelő kizárólag a saját termését, míg más vállalkozás viszont eladóként vásárolt árut is értékesíthet. Azonban mindenkire vonatkozik, hogy az áru eredetét igazolnia kell, továbbá a termékeknek meg kell felelniük a forgalmazási minőségszabványokban előírtaknak. Dinnyét lékelni és darabolni csak abban az esetben lehet, ha a szükséges eszközök tisztításához és fertőtlenítéséhez, valamint a kézmosáshoz szükséges feltételek rendelkezésre állnak. Az árusításhoz pedig be kell szerezni a hatósági engedélyeket, ezeket is ellenőrzik a szezonban az élelmiszerlánc biztonsági szakemberek. A dinnye szezon elején a import dinnyét már ellenőriztük a hipermarketekbe, illetve zöldségboltokba, illetve olyan vállalkozóknál, akik esetenként útmentén is árulnak. Itt elsősorban ugye arra figyeltünk, hogy a származása megfelelő legyen a dinnyének, illetve a nyomon követhetősége az igazolt legyen. Általában ugye a számlákon tudjuk ezt követni, illetve a terméknek a jelölését tudjuk ellenőrizni. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nagycserkeszen és Vonzás körzetében minden évben nagy mennyiségben termesztenek görög dinnyét, az ízletes gyümölcsért sokan utaznak ide. A termelők itt is azt tapasztalják, az élelmiszerlánc felügyeleti hatóság kiemelt figyelmet fordít a dinnye ellenőrzésére. Tavaly előtt is kaptunk ellenőrzést a fogyasztóvédelemtől is, a permetezéssel kapcsolatosan is. Hát igyekszünk betartani a szabályokat. Azt a származással itt általában mindenki azt árulja azt a dinnyét, amit termel. Eleinte van egy kis bevezetés, de azt is általában magyar dinnyét vesznek, hogyha árulnak, de itt azért mindenki igyekszik a faluba a saját dinnyéjét eladni. Magyarországon jelenleg közel 6000 hektáron termesztenek görög dinnyét. A fogyasztását népszerűsítő kampányoknak köszönhetően 2011 óta 20%-kal növekedett.